Szerdán délelőtt vette át a polgármesteri tanácsnoki megbízó levelét Zaják Rita város szociális bizottságának elnöke. A frissen kinevezett tanácsnok egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy mint fogalmazott, betemesse az elmúlt hónapokban kialakult politikai árkokat a város közgyűlésében. Első tanácsnokként kapott megbízása az új háziorvosi rendelő építésének előkészítése volt. Az ehhez szükséges pályázatot tavaly december végén be is adta az önkormányzat. Zaják Rita azt mondja, azért döntöttek az Aliszka és az Allende utcák találkozásánál fekvő terület mellett, mert a rendelőbe költöző két háziorvos körzete onnan nem messze található. A kivitelezésnél pedig elsődleges szempont lesz, hogy minél kevesebb zöld területet építsenek be, és hogy a munkálatok során folyamatosan egyeztessenek a környéken élőkkel. Az orvosi rendelő mellett azért egy használható közparkot is szeretnénk létrehozni. Az, hogy abban a közparkban mi legyen, hol legyen, hogy legyen, azt szeretném az ott lakókkal közösen megbeszélni. A Bem utcából egyébként már volt is érdeklődő, aki fel is ajánlotta, hogy bármiben, ha tud segíteni, akkor ezt megteszi. Zaják Rita munkájára elsősorban a szociális területen számít a város polgármestere. Például már vizsgálják annak lehetőségét, milyen módon tudnák növelni a Szekszárdon rászorulók által igényelhető kedvezményes bérlakások számát, valamint azt is szeretnék elérni, hogy a szociális ágazati dolgozókkal együtt a Tolnai megyeszékely pedagógusai is megkapassák a koronavírus elleni védőoltást. Fel kell azt mérjük, hogy körülbelül hány pedagógusról beszélünk, és hogyha ez megoldható, akkor abban a sorrendben ugye a szociális dolgozókkal, szociális ágazatban szereplőkkel együtt beoltathassuk őket is. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, azért kérte fel Zaják Ritát, hogy tanácsnokként segítse a munkáját, mert bár különböző politikai platformot képviselnek, mégis egyértelműen látszik, hogy a harmadik ciklusát töltő képviselő célja az elmúlt években végig a város fejlesztése volt. Együtt vagyunk már a közülésben régóta, ismerjük egymást, vannak kisebb sullódások, nem fogunk átülni a másik oldalra természetesen. Sem ő, sem én, de én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amelyek mentén egyszerű lesz, vagy könnyű lesz kialakítani majd az együttműködés és az együtt gondolkodást. Ács Rezső a sajtótájékoztatón az új háziorvosi rendelőről is beszélt. Ennek kapcsán a polgármester úgy fogalmazott, nem mondtak le arról, hogy Szőlőhegyen is fejleszték az alapegészségügyi ellátást, ezért a tervek között továbbra is szerepel, hogy rendelő épül a városnak azon a részén is. Nem jelenti az, hogy nem kap Szőlőhegy majd egy orvosi rendelőt. Én azt gondolom, hogy ennek a városrésznek is megjár majd az egészségügyi alapellátás bővítése vagy megújítása. Ez pedig egy új orvosi rendelő építését jelenti. Úgyhogy ez lezárul, és én lekerül, akkor a következő feladata az lesz a képviselőasszonynak, hogy a Szőlőhegyen az orvosi rendelőgyűjét képviselje. Zaják Rita és Ács Rezső azt mondják, a következő időszak legfontosabb feladata az lesz, hogy felgyorsítsák a város nagy beruházásainak előkészítését és a kivitelezéseket.